Előretartás. Autófelhúzás ismétlésre. Zsákolás. Összesen 6 versenyszámban mérték össze erejüket a világ legerősebb emberei a Strongman bajnoki liga bíráinak szigorú felügyelete alatt. Hajszálon múlott Katona Ervin győzelme, ugyanis a kamionhúzásban nem volt elég gyors. Persze az első számba hibáztam, és az első helyembe került. Így másodiknak végeztem, de minden esetre, ahogy a jó barátom Misa Koklaival oroszoktól mondta, mindenki győztes, aki sérülés nélkül fejezi be. Van másik verseny is pár hét múlva, aztán megint, szóval lehetőség bizonyítani mindig van legfontosabb, hogy sérülés ne legyen. Mégsem volt egészen sérülésmentes a verseny. A 8 tonnás kamion húzásakor a kötél felholyagosította, a 360 kilós keretcipelésben a fémfogantyú véresre sebezte többük tenyerét. A verseny fele hátra van, de ez erről is szól ez a sport, a kitartásról, a küzdelemről, a fájdalomtűrésről. Szóval tartozik a mi életünkhöz, úgyhogy bírjuk a fájdalmat, és megyünk tovább, csináljuk. Nagy Ákos a 8. helyen végzett, ami megfelelt a várakozásainak. A jövő hétvégén a Magyarország legerősebb embere versenyt szeretné megnyerni.